A falusi létforma népszerűsítése érdekében indul a Magyar Falu Program. Gulyás Gergely kiemelte, a program célja, hogy ha valaki vidékre költözik, az ne járjon az életszínvonal csökkenésével. Ezért például az épülőházaknál kedvezmény jár majd a tájegységbe illeszkedő építkezések után. Több mint 3100 település van ma Magyarországon, és ebből több mint 2800 településnél mondhatjuk, hogy 5000-nél kevesebb ember él. Tehát azt látjuk, hogy ha a településekre tekintünk, hogy ezeknek nagy száma még ma is kis település, és az ország lakosságának majdnem egy harmada kis településeken él. Itt Szabolcs-Szatmár-Berekben pedig ez különösen is igaz. Azt szeretnénk, hogyha az a döntés, hogy valaki a szülőföldjén boldogul, vagy akár falura költözik, az nem jelenteni azt, hogy rosszabb közszolgáltatásokban részesül, rosszabb oktatásban, egészségügyi ellátásban részesül. A miniszter szerint ehhez aktív állami szerepvállalásra van szükség. Ez az útjavításokban is megnyilvánulhat, illetve a tartósan betöltetlen közszolgáltatások esetén segíteni akarják az érintett házi orvosok, fogorvosok és védőnők lakhatását. Fontos, hogy mint a nagyvárosokban, a falvakban is a lakók rendelkezésére álljanak a közösségi terek. Emellett plusz támogatást készülnek adni a tájegységi örökség megőrzéséhez is. A jövő évi költségvetésben a jelenlegi tervek szerint 150 milliárd forintot az általános tartalékból fog a kormány átcsoportosítani a Magyar Falu programra, és létrehoztunk egy útalapot, amiben pedig az e-matrica emelésből, tehát a kamionosok által fizetett útdíjból származó pluszbevételek folynak be. Azt reméljük, hogy ez további 30-40 milliárd forint lehet, tehát összességében majdnem 200 milliárd forintot remélünk. A kormány szerint ezekkel a támogatásokkal és beruházásokkal az ország kettészakadtsága mérsékelhető, az elvándorlás megállítható, és a program elősegítheti a helyben maradást is.